A friss közvéleménykutatási adatok szerint a második fordulóban is Dobrev Klára fog nyerni az ellenzéki előválasztáson. A Závec azt is megmérte, hogy akkor is a DK miniszterelnök jelöltje lesz a befutó, ha akár Karácsony Gergely, akár Márki-Zay Péter visszalép. Komáromi Zoltánnal beszélgetünk. Akit ez nyilván nem lep meg, hiszen maga is DK-s politikusként indult az előválasztáson. Jó estét kívánok, doktor úr! Na most ez az a helyzet, amikor könnyen el lehet rontani egy esélyt azzal, hogy az ember hátradől, és azt mondja, hogy ezt már megnyertük. És nyilván nem Dobrev Klára van így, de mondjuk a DK-s szavazók, akik azt mondják, hogy megtettük, amit megkövetelt az első helyen áll a mi jelöltünk, hát akkor rendben vagyunk. Hogyan lesz ebből győzelem a DK-nak, hogyan lehet ebből győzelem az ellenfeleknek? Hozzáteszem, hogy én nem vagyok jogosult a DK nevébe nyilatkozni, de velem hasonlóan gondolkodik nagyon sok ezer DK rajongó, szurkoló tag és aktivista, szimpatizáns. Mi végül is végig gondoltuk, és én magam is végig gondoltam azt, hogy józan paraszti ésszel mit kell tenni ahhoz, hogy valóban bekövetkezzen 2022. áprilisába a kormányváltás, ezzel együtt a rendszerváltás, és utána ne lehessen egy olyan kormányzati pozícióba lavírozni magunkat, hogy a NER lesöpör minket néhány hónap múlva a palettáról. És ehhez az kell, hogy mindenki tudatosan elmenjen, szavazzon az előválasztáson, figyeljen oda a politikusokra, hogy legyen árnyékkormány, hogy az árnyékkormány decembertől áprilisig elmondja, hogy mi pontosan mit és hogy akarunk, hogy nagyjából megismerje Magyarország lakossága azt, hogy itt nem csak egy politikai küzdelemről van szó, itt egy komoly stratégia van arra vonatkozóan, hogy mit teszünk a következő 1-2-4-10 évben, és nem pedig az, hogy mi történt 2010 előtt. Tehát ezt a 12 év Fidesz kormányzást, ezt szét kell szedni, és olyan kell helyére rakni, ami Magyarországot fölemeli, közelebb viszi Európába. Karácsony Gergely, kicsit távolságtartó Márki-Zay Péternél a 2010 előtti események vizsgálata kapcsán, de hát ő is azt mondta, hogy azt is érdemes és meg kell nézni. El tudja képzelni azt a helyzetet, hogy hárman együtt állnak a végén egy színpadon, és egyfajta, mint ahogy Karácsony Gergely elképzelte, hogy egyfajta triumviátusban vezetik az országot? Ezt két fele osztanám. Aki most politikai pozíciókat osztogat, az politikailag nem túlérett tevékenységet csinál. Most jelen pillanatban győzni kell, meg kell győzni mindenkit arról, hogy ez egy fontos dolog. Ha majd vége a választásnak, és itt jön a második része, nagyon bízom benne, hogy nem csak ők hárman, hanem mind az öten fönt lesznek a színpadon. Dobrev Klára nem véletlenül mondta, hogy közösen kell győznünk, közösen kell kormányoznunk. Tehát itt az eredeti megállapodást kell elővenni, amit a hat pártelnök meghatározott, és egyszerűen végig kell csinálni, becsületesen, tisztességesen, nem egymást gyalázni, mert attól senki nem lesz több, hogy a másikról rosszabb. Hát most tárgyalnak a felek már, akik Dobrev Klára ellenfelei arról, hogy hogyan tovább, úgyhogy... Dobrev Klára pedig járja az országot. Meg tudjuk, visszatérünk erre. Azt is mondta az ön által kedvelt miniszterelnök jelölt, hogy az elmúlt 30 évben soha nem voltak ekkora kórházi várólisták, de hát soha nem volt ekkora járvány, mint amekkora az elmúlt két évben, másfél évben volt, amitől nyilván feltorlódtak ezek a várólisták. Nem ettől, mert nem csak ettől. Igazából több oka is van az egésznek. Egyrészt ugye a tavaly évvégi három nap alatt meghozott 100-as törvény az orvosi béreket azért jelentősen rendbe tette, viszont semmiféle lehetőséget nem ad az intézményeknek arra, hogy motiválja az orvosokat. Magyarul egy sebész ugyanannyit fizetést kap akkor, hogyha napi egy műtétet csinál, vagy ha tizet csinál. Viszont, hogyha nincs elég ápoló, nincs elég műtősnő, nincs elég beteghordó, és a kórházba, a technikai személyzetbe úgy keresnek, vadásznak embereket, hogy legyen villanyszerelő, legyen takarító személyzet, akkor ugye sokkal nehezebb egy kórházba a teljesítményt növelni. És a kórházi menedzsmentek, a járóbeteg ellátó intézményeknek a menedzsmentje nem kapott arra pénzt, hogy ezt a folyamatot egy kicsit segítse. Most úgy néz ki, hogy annyian kérjük és követeljük, hogy itt valami történjen, hogy bele fognak tenni valamennyi pénzt, csak az is kérdés, hogy hogyan teszik ezt bele, mert ha adnának szabad kezet a menedzsmenteknek,
és ott maradna a pénz a kórházba, a rendelőintézetbe, akkor mindenkinek érdeke lenne, hogy egy kicsit föl, hogy mondjam, pörgesse a teljesítményt. Ha egy választási győzelem után a következő kormányhoz lehet pár szava, akkor ezügyben mit tenne, mit tanácsolna nekik? Hát egészen biztos, hogy egyrészt a kórházi adósságokat nagyon gyorsan most már ki kéne fizetni, mert ez rengeteg többlet kiadással jár, hogy ugye a beszállítók eleve bekalkulálják, hogy 2-3 év múlva jutnak a pénzükhöz. És egy tisztességes működéshez tisztességes finanszírozás kell. Árán kell finanszírozni a ellátásokat, és nem kivinni a pénzt a magánellátásba. Tehát én végzetesen rossznak tartom azt, hogy a magánellátóknak fizessen az állam azért, hogy többlet szolgáltatásokat biztosítsanak, adja oda azt a pénzt a közfinanszírozott kórházaknak, és a kórházaknak engedjék meg, hogy saját eszközeikkel többlet munkát tudjanak vállalni. Nem szorulnak rá a magánegészségügyre azért, hogy a szolgáltatásaikat ugyanazok az orvosok tudják? És ugyanazok a nővérek dolgoznak a magánegészségügyben, mint a köz. Hát akkor megint a finanszírozás azt érjük. Pontosan, tehát gyakorlatilag amit ígért Dobrev Klára, hogy 10 év alatt 3000 szakorvost, 5000 házi orvost és közel 10000 szakdolgozót szeretnénk a rendszerbe visszahívni vagy kiképezni. Körülbelül ez jelenti a megoldását ennek, de ha megtörténik a kormányváltás és el tudjuk kezdeni ezt az átalakítási folyamatot, én úgy gondolom, hogy már 2022 karácsonyára már lehet látni az eredményeket, és mindenki érezni fogja, hogy itt egy más szemléletbe történik az egész. Na akkor még egy harmadik téma, ami hát teljesen napra kész, mert hogy egy nap alatt duplájára emelkedett az új koronavírus fertőzöttek száma, ugye ez a mai napi adat, 629 volt, 301 néhány volt egy nappal korábban. Ez egy folyamatos tendencia, vagy hullámzik, akkor mitől? Minden szakértő elmondta, hogy a negyedik hullámot nem tudjuk elkerülni. A kormány játszik itt a tesztek számával, meg a információk visszatartásával. Épp az előbb volt itt újhelyi képviselő úr, aki 45 napja kéri azt, amit egyébként a szakma is kér, hogy kapjunk arra vonatkozóan adatokat, hogy a megbetegedettek, a lélegeztetőgépen levők és a halottak között mennyi volt a beoltott, és mivel voltak beoltva, és az országos tisztifőorvos szégyellje magát, mert 45 nap után is csak azt tudta megérni, hogy még szüksége van arra, hogy az adatokat levonja. Lehet, hogy ezek nincsenek meg, ezek az adatok? Akkor meg azért kell lemondania. Tehát, hogyha egy országos tisztifőorvosnak nincs ott minden nap az asztalán ez az adatsor, akkor egyszer rosszul végzi a munkáját ő is, meg aki az ő munkáját. Lehet, hogy olyan furcsák az adatok, hogy távolságtartóan fogalmazok, hogy azért nem adják ki? Itt a politika akarja befolyásolni ezt, tehát látszik, manipulálja az adatokat, a teszteket manipulálja. Ezt hogy érti? Hát úgy, hogy naponta most, a negyedik hullám kezdete után 25-30 ezer tesztet kéne naponta végezni ahhoz, hogy reális képünk legyen arról, hogy milyen fokú a megbetegedés. Az összes kontaktot, ahol találnak fertőzöttet, rögtön szűrni kéne, és a karantént nagyon szigorúan venni. De vannak olyan betegeim, hogy egy hét után még nem jutott hozzá ahhoz, hogy most ő otthon maradjon, ne menjen, és a saját jó indulatára van rábízva, hogy most bemegy dolgozni, vagy nem. Holott a közvetlen családtagja megbetegedett. Hát arról is beszél, hát, hogy az egyszerű megfázás, a közelgő influenza járvány, a most meglévő köhögős vírus, tehát számtalan olyan meg a védőoltások, tehát a harmadik oltást föl kéne venni mindenkinek, aki mondjuk orosz meg kínai vakcinát kapott. Mert hogyha ez ilyen lassan megy föl, most úgy néz ki, azért nem túl menedeken emelkedik a negyedik hullám, tehát decemberre nem esik le, akkor gyakorlatilag a karácsonyi ünnepeknél minden járvány ugye kicsit csökken, mert mindenki otthon van két hétig, és amikor indulnak az iskolások 5-én, 6-án iskolába, óvodába, akkor megint elindul. Viszont az influenza is ugyanebbe a ütembe fog, tehát hogyha együtt lesz influenza járvány és koronavírus járvány, a nem oltottak nagyon nagy bajba kerülnek, tehát most kellene az oltásokat forszírozni, de hetek óta 60%-on áll az oltás, és semmit nem tesz a kormány. Merkeli Béla szegény kint van 72 ezer plakáton országszerte, ráfirkálnak mindenfélét az arcára, de ettől ugye nem mennek el az emberek, hogy beoltassák magukat. Doktor úr, köszönöm. Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa volt a vendégünk. Köszönöm a meghívást.